Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, folytatjuk videósorozatunkat, és itt ül mellettem Halász Géza, a Férfi Hang civil társaság alelnöke, a Mi Hazánk Mozgalom családjogi szakpolitikusa, és ugyebár nem utolsó sorban országgyűlési képviselő jelölt is leszel. A témánk az rendkívül sokrétű, talán kezdjünk is bele. Ugyebár lehet tapasztalni azt, hogy különböző, lehet mondani, hogy férfi ellenes szervezeteknek gyakorta támogatói a különféle balliberális pártok, szervezetek. És hogy te ezt sokszor elmondtad, hogy a Fidesz pedig minthogyha nem tekintené partnernek vagy tárgyaló partnernek azokat a civil szervezeteket, amelyek a nemek közötti valódi egyenlőséget akarják megvalósítani. A Mi Hazánk Mozgalom viszont úgy tűnik, hogy ebben is egy harmadik utat kíván képviselni. Erről beszélj nekünk néhány szót. Így van. Üdvözöllek, János, és üdvözlöm a kedves nézőket. Köszönöm, hogy itt lehetek. Valóban erről van szó, hiszen a balliberális pártok már hosszú évek, sőt mondhatni évtizedek óta, mint egy potenciális partner egy azoknak a alapvetően mondhatjuk, hogy család és férfi ellenes szervezeteknek, akik magukat persze más ruhába öltöztetik, mint LMBTQ jogokért kiálló szervezetek, feminista szervezetek, nőjogi szervezetek, azonban ez mind-mind ugyanazt akarja, ugyanazt a konglomerátumot, ugyanak a konglomerátumnak a kinyújtott kis kezei, amik alapvetően a férfinő közötti természetes harmóniát és szövetséget kívánják aláásni. És ezek a civilnek mondott, de valójában kevésbé civilnek tekinthető szervezetek, ezek a balliberális pártokkal karöltve az ő támogatásukat, akár erkölcsi, akár ugye platform adó támogatásukat használva igyekeznek a meglehetősen káros tevékenységüket kifejteni. Ezzel szemben vannak Magyarországon olyan valóban alulról szerveződő támogatás nélküli civil szervezetek, amik a nemek közti valódi egyenlőségért és a magyar családok jövőjéért kívánnak tenni. Mi vagyunk azok, akik az elmúlt, mondhatjuk azt, hogy 10-15-20 évben semmilyen fajta politikai támogatást nem kaptunk, semmelyik politikai párt vagy politikai irányvonal nem kívánt velünk még csak párbeszédet sem folytatni. És nagyon örülünk, hogy ugye Mi Hazánk ebben is, ahogy mondtad, képviseli a harmadik utat, és fölvállalta ennek a képviseletét. Tehát akkor, hogyha jól értem a harmadik úttól eltekintve, az első két út az egyértelműen, hogy az egyik a balliberális oldal, annak az ideológiai gyökereit nyilván ismerjük. Gondolom ebbe az ideológiai sémába illet Niedermüller kijelentése is, amikor kimondottan ugye a fehér heteroszexuális férfiakról beszélt, mint fő ellenségről. A második út az a Fidesz útja, amely úgy tűnik, hogy gondolom én, mint sok minden másban, csak szavak szintjén képvisel valamit, és akkor a harmadik út lenne a Mi Hazánk útja, illetve amit ti a Férfi Hanggal is megvalósítotok, amikor is ténylegesen tenni akartok valamit a magyar családokért például. Na de most itt volt nemrégiben a demográfiai csúcs, és ott Orbán Viktor megfogalmazott 5 pillért, amire építeni szeretné a jövőt a családok tekintetében. A harmadik pont, amiről beszéltünk korábban, hogy érdemes lenne kiemelni, az úgy szól, hogy az édesanyákra kell építeni a családot, amivel önmagában azt gondolom, hogy így ezzel a kijelentéssel nem lenne probléma, viszont te szeretnél egy másik aspektusát is megvilágítani ennek, nevesítve ugye, hogy akkor az édesapákra milyen szerep kell, hogy háruljon, milyen hiányosságok vannak ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalában véve mit gondolsz erről az 5 pilléről, amit a miniszterelnök nagy nyilvánosság elé tárt? Így van, tehát a Fidesz kormány az elmúlt 10-11 évben sajnos nem igyekezett kezet fogni a különböző egyenlőségért tenni akaró civil mozgalmakkal, és a családpolitikájukban következetesen kifelejtették az édesapákat a megoldási képletből. Ennek egy korábbi példája volt a csok, amit ugye annak idején asszonyhitelnek gúnyoltak, ha emlékszel, hiszen az első verziójában még arról volt szó, hogy kizárólag a nők vehetik föl, és aztán ugye ez egy társadalmi nyomásra változott később a mai állapotává, és sajnos maradtak ennél az irányvonalnál, hiszen ahogy te is említetted, a
nemrégiben megrendezésre került demográfiai csúcson Orbán Viktor valóban ezt mondta, hogy a magyar családpolitikát az édesanyákra kívánják alapozni, amivel valóban semmi probléma nincsen. A probléma mindig ott van, amikor az édesapákat, a leendő édesapákat kifelejtik a megoldási képletből, őket mint egy másodlagos szereplőnek tekintik, akiket nem kell nemhogy támogatni, de még megkérdezni se. A probléma ott van, hogy a valóság ezzel szemben azt mutatja, hogy a 40 év alatti férfiak 70%-ának nincsen gyermeke. Ez egy KSH felmérés, a mikrocenzus felmérés pár évvel ezelőtti 2016-os talán. És ha csak ezt az egy tény figyelembe vesszük, akkor nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy érdemes-e egy valóban felelős és valóban megoldás központú családpolitikából kihagyni a férfiakat. Mi természetesen úgy gondoljuk, hogy nem érdemes, hogy az előbb is mondtam, férfiakat, nőket egységként, szövetségként kell kezelni, és ha bármelyiket, ismétlen bármelyik felett kiemeljük ebből, akkor csak is fél megoldáshoz juthatunk. Annál is inkább, mert ha megnézzük a demográfiai adatokat, akkor azt látjuk, hogy a magyar népesség fogyása sajnos töretlen. Tehát az elmúlt évek családpolitikájával megállítani sem sikerült ezt a fogyást. És épp a napokban olvastam egy kimutatást, a Magyar Nemzeti Bank lapjában jelent meg, ami a CSOK elmúlt 3 évének az eredményeit taglalta, és azt mondta, hogy a CSOK bevezetésével nem nőtt meg valójában a gyermekvállalási szándék, nem vállalnak több gyereket a családok. A CSOK nagyjából 70-77%-át, ha jól emlékszem, a már megszületett gyermekekre igénylik. Természetesen a már megszületett gyermekek és a már meglévő családok támogatása is nagyon fontos, én akkor azt is tudjuk, hogy a CSOK-kal pont az új gyermekek születését kívánták támogatni, ez eddig még nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Nyilván hosszú távon lehet ennek pozitív hatása, és reméljük is a pozitív hatását. Azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy támogatni kell minden olyan kezdeményezést, ami a demográfiai probléma megoldását célozza, és támogatni kell minden olyan kezdeményezést, ami anyagi, erkölcsi vagy bármilyen módon magyar családokat kívánja megerősíteni. Azonban pont ezekből az évekből és ezekből az adatokból látszik az, hogy önmagában az, hogy pénzt adunk a családoknak, az nem elég. Már csak azért sem, mert azt is tudjuk, hogy a CSOK által fölvert építkezési és ingatlanárak miatt a CSOK közel 2/3 az egész egyszerűen az áremelkedésre megy el. Ugye pont a Mi Hazánk volt az egyetlen olyan párt, amelyik követelte, hogy az építőiparban vezessenek be szabott árakat, hogy legyen értelme ennek a támogatásnak, mert különben a megemelt árak miatt gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol 3 éve elindultunk. A fiatalok, vagy akár a családok saját lakáshoz, saját házhoz jutását illetően. És mit gondolsz, hogy melyek lennének azok a sarkalatos területek, vagy azonnali tennivalók, amelyek megváltoztatnák azt a jelenlegi helyzetet, hogy úgy tetszik, hogy az édesapákat nem tekintik egyenrangú partnernek, vagy egyenrangú szülőnek, tehát a Mi Hazánk mozgalom, vagy a te véleményed szerint miket kellene megváltoztatni azonnal ebben a kérdésben? Hát sok mindent. Sok mindent. Itt látni kell, hogy miközben a korábban említett férfi és család ellenes szervezetek folyamatosan a nők elnyomásáról, üvegplafonról, a kvótarendszer bevezetésének szükségességéről beszélnek, aközben valójában a magyar jogrend a férfiakat érinti hátrányosan. Tehát a leírt, ellenőrizhető és mindenki által látható, tapintható bizonyítékok, a jogrend, az bizony a férfiaktól elfelelejt. Gondolok itt például a diákhitel támogatása, ugye tudjuk, hogy a 3 gyerekes édesanyáknak a diákhitel tartozását elengedi az állam, 3 gyerekes édesapákra ez nem vonatkozik. Vagy gondolhatunk itt arra például, hogyha az édesapa marad otthon a gyermekekkel, akkor ő a csecsemőgondozási díjra nem, csak a gyermekgondozási díjra jogosult, ami jóval alacsonyabb. Tehát ha édesanyja dolgozik, édesapa marad otthon, mert mondjuk az édesanyja többet keres és így éri meg a családnak anyagilag, akkor egész egyszerűen az állam azt mondja, hogy ebben az esetben ő kevesebb támogatást ad annak a családnak, tehát tulajdonképpen annak a gyermeknek, mint hogyha ez fordítva történne. Az alapoktól elkezdve a probléma már ott van,
hogy a Magyarország alaptörvénye ugye deklaráltan kimondja, hogy férfi és nő között különbség van. Már csak azért is, mert ha emlékszel erre a részre, azt mondja az alaptörvény, hogy előnyben kell részesíteni, Magyarország külön támogatással segíti az időseket, az elesetteket, és a felsorolásban ott vannak a nők is. A férfiak természetesen nincsenek. Mondhatnánk, hogy ez egy szép gesztus, ugyanakkor mi tudjuk, hogy nem az, hiszen pont a te profilodba vágó férfiak 40 kapcsán is az történt, hogy a kormány 2012-ben megszüntette a különösen veszélyes foglalkozást űzők részére a korai nyugdíjba menés lehetőségét. Ehelyett adta ugye a nők 40 programot, 40 év munkaviszony után a nők elmehetnek nyugdíjba, ez rendben is van. Ugye megint a szokásos probléma jön elő, a férfiak viszont semmit nem kaptak. Tehát a kérdésedre a válaszom az, hogy ezeket a jogsérelmeket, a jogi egyenlőtlenségeket mindenképpen orvosolni kéne. A második fontos dolog pedig ahhoz, hogy a férfiak is kedvet érezzenek a család alapításhoz, hogy kérdezzük meg őket végre, hogy mi az, ami nekik ehhez szükséges lenne. Hogy mi az, amivel őket ebben támogatni tudnánk. Nyilván itt a jog mellett gondolok például a társadalmi párbeszédre, a közbeszédre. Tudjuk, hogy nyugaton van egyfajta nagyon erős férfi ellenesség, ami a különböző filmekben, iratokban, akár az online térben is megvalósul, és ez nyilvánvalóan hozzánk is beszivárog. Azt gondolom, hogy a férfiak és az apák társadalmi megbecsülését is vissza kell állítani arra a szintre, amit az megérdemel. Hiszen ha belegondolunk, akkor egy fiatal férfi ma azt látja, hogy egy filmben, egy sorozatban, egy cikkben akár a férfiak mind rossz figurák, vagy nevetséges figurák. Ugye ismerjük az amerikai sorozatokat, ahol a legszánnivaló figura az maga itt az apuka, a családapa. Ha ehhez hozzávesszük a férfiaktól elfelé lejtő jogi hátteret, nem is szólva ugye az ismert család jogi problémákkal, tudjuk, hogy a házasságok fele válással végződik, és ugye válások esetén a gyermekfelügyeleti jogot szinte mindig az apától vonják, meg ugye nálunk egy ilyen győztes-vesztes típusú rendszer van. Tehát egy fiatal férfi számíthat arra, hogy amennyiben elvállalja ezt a filmek által is és a közvélemény által is karikírozott szerepet, akkor jó eséllyel 50%-ban válás lesz a vége, és van egy mondás a férfiak között, miszerint ha válsz, akkor a gyerekeidtől válsz. Tehát nem csoda, hogy az ilyen környezetben nagyon is meggondolják, hogy hogyan, mikor, kivel, és hogy egyáltalán fölvállalják ezt a helyzetet. Miközben olyan férfiakról beszélünk, akiknek a többsége azért vágyik a családra. Vágyik a saját családra, és vágyik a saját gyermekekre. Tehát mindenképpen meg kell kérdezni őket, hogy mi az, amit szeretnének. Ugye ez a harmadik pont, hogy a különböző apajogi, valódi egyenlőségért küzdő és férfiogi szervezetekkel is üljenek le a döntéshozók, hiszen nálunk becsatornázódnak olyan tömegben vélemények és tapasztalatok, ami gyakorlatilag sehol máshol nem, hiszen az apák, a leendő apák véleményére rajtunk kívül senki más nem kíváncsi. Te az előbb említetted hogy nők elnyomása, most ezt csak azért teszem idézőjelbe, mert nagyon tényleg létezik ilyen jelenség is, és ez természetesen elítélendő, csak ugye a balliberális pártok, vagy ezek az úgynevezett álcivil szervezetek nagyon sűrűn egy ilyen férfi ellenes éllel a közbeszédet igyekeznek tematizálni, és hivatkoznak egy bizonyos isztambuli egyezményre. Ezzel Magyarország egyébként hogy állt át, hogy ő ezt kötelezőnek tekinti, tehát magára érvényesnek, vagy nem, vagy egyáltalán mi ez az egyezmény, mert azt gondolom, hogy sokat beszélnek róla, sokszor halljuk, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit akar ez az egyezmény. Az isztambuli egyezmény a nemzetközi egyezmény, amely maga által deklaráltan a családon belüli erőszak felszámolását tűzte ki célul. Ezzel alapvetően mindenki egyet is értene. A probléma ott van, hogy ez gyakorlatilag egy trójai faló, a gender ideológia és a nemek közti különbségtétel trójai falova. Ugyanis az isztambuli egyezmény deklaráltan különbséget tesz férfiak és nők között, például a családon belüli erőszak áldozatainak tekintetében más büntetési tételt róna ki akkor, ha kisfiú például, vagy más, ha kislány az illető. Mert azt mondja, hogy a nők elleni erőszak az
a meglévő, Magyarországon, Európában és mindenhol meglévő szisztematikus rendszer szintű nők elleni elnyomásból fakad, és mint ilyen súlyosbító körülményen őt bántalmaznak. Tehát, ahogy mondtam, a gyakorlatban ez úgy csapódna le, hogyha valaki egy kislány bántalmaz, súlyosabb büntetési tételt kap, még ha egy kisfiút bántalmaz, akkor olcsóbban megúszza. De hát ez elfogadhatatlan. Teljes mértékben elfogadhatatlan nyilvánvalóan. Továbbá az isztambuli egyezmény például a betelepülést, a bevándorlást is bátorítja oly módon, hogy az adott állam, aki ezt az egyezményt ratifikálja, szükségszerűen be kell, hogy fogadja azokat a menedékkérőket, akik olyan országból jönnek, ahol a nőket rendszer szintű elnyomás, hátrányos megkülönböztetés éri. Van, ahol éri, csak ugye ez az, amit látunk, hogy gyakorlatilag a szélső liberális, feminista szempontok szerint bármelyik országra ráhúzható ez a takaró, hiszen ők például még a köztudottan feminizált skandináv országokban is rendszer szintű nőelnyomást látnak, és mindenhol. Tehát ez egy olyan gumilepedő, ami alá bármi befér, tehát bármiféle bevándorlást ez alapján kritika nélkül el kell fogadni az adott országnak. Kicsit fából vaskarikának tűnik számomra, hiszen ezek a bevándorlók jellemzően olyan országokból érkeznek, ahol hát a női jogok nem igazából vannak rendben, tehát ott kellene keresniük a problémát valamiért, erről sose hallunk, mindig csak a nyugati fehér civilizáció az, ami szúrja a szemüket, és a fehér férfi, amiről beszéltünk az előbb. Itt jó, hogy megemlítetted a férfiak 40 elnevezésű kezdeményezést, tehát hogy a férfiak is 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba. Erről még néhány szót beszélj nekünk, kérlek. Igen, ahogy beszéltük is, ugye 2012-ben szűnt meg ez a lehetőség, és gyakorlatilag ez ma azt jelenti, hogy egy nő 40 év után elmehet nyugdíjba, ezt ugye, hogyha gyermekeket szült, akkor további évekkel lehet csökkenteni. Ez természetesen rendben is van, tehát ahogy már említettem, a probléma mindig azzal van, hogy a férfi oldala teljesen hiányzik. Tehát egy rendőrnek, egy tűzoltónak, egy katonának, egy rendvédelmi dolgozónak, vagy éppen egy bányásznak, bármilyen nehéz, veszélyes munkakörülményekben dolgozó férfinak nincsen lehetősége elmenni korai nyugdíjba. A probléma ezzel az, hogy tudjuk, hogy a férfiak nagyságrendben 7 évvel kevesebbet élnek, tehát Magyarországon a férfiak várható élettartama 7 évvel rövidebb, mint a nőké, ami azt jelenti, hogy a férfiak jó része gyakorlatilag a munkából egyből megy a temetőbe. Ennyire drasztikus a helyzet, és ez az, amin mindenképpen változtatni kell, hiszen a dolgozókat, a Magyarországért, a magyar családokért dolgozókat mindenképpen meg kell becsülni, független attól, hogy nők vagy férfiak, mindkét oldalt egyforma megbecsülés és egyforma támogatás illetne. Mi ezért kívánunk dolgozni. Hát nagyon szépen köszönjük az elmondottakat, és azt gondolom, hogy az az érzésünk támadhat, hogy csak éppen belekaptunk a témába, úgyhogy ígérjük a kedves nézőknek, hogy amint módunkban áll, lehetőségünk lesz rá, akkor folytassuk ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy hiánypótlóak azok a gondolatok, amiket Géza itt elmondott nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, jelentkezni fogunk még.